Sziasztok! Instagramon elég sok kérdés érkezik a kismama léttel kapcsolatban, de egyrészt ezek olyan témák, amelyeknek külön videót nem szentelnék, másrészt nem szeretném mindenáron azt a platformot elárasztani a kismama kontenttel, ugyanis nagyon sokan abszolút nem érdekeltek a témában, szóval ide szorultunk. Néhány nappal ezelőtt kitettem egy kérdésmatricát, és nagyon-nagyon sok jó kérdést írtatok nekem, ezekből szemezgettem, és most jól meg fogom őket válaszolni, szóval kezdjük is el. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy babát vársz? A legelső gondolatom a teljes sok volt, iszonyatosan meglepődtem, nézegettem a terhességi tesztet, hogy biztos, hogy jól látom el. Az egyik csík halványabb volt, mint a másik, szóval forgatgattam néhány percig, hogy ez biztos, hogy pozitív-e, mert bármennyire is volt tudatos döntés részünkről, hogy szeretnénk egy új kis életet a családunkban látni, legvadabb álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ez ennyire gyorsan valóságá válik. Én megmondom nektek teljesen őszintén, hogy azt gondoltam, hogy majd néhány hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy így egy-két éven belül, ahogy így alakul. Úgyhogy ez nagyon-nagyon durván meglepő volt, természetesen abszolút pozitív volt. Az első benyomás is nagyon-nagyon örültem, de talán inkább a meglepődés dominált. Néhány napig teljes sokban voltam, hogy hát ez itt mi lesz, gyerekek? Tehát, hogy mi fog történni? De egyébként nyilván nagyon örültünk mind a ketten neki. Nem félsz a szüléstől? Én biztos rettegnék előtte tőle. Szerintem soha életemben nem féltem semmi mástól ennyire, mint a szüléstől, de úgy képzeljétek el, hogy a természet a szüléstől és a császártól is rettegek, szóval, hogyha egy idealizált világban élnénk, akkor mire így odakerül a sor, addigra valami új módszert kifejlesztenének, amivel így elővarázsolják azt a babát, mondjuk ilyen gondolat átvitellel, vagy valami ilyesmivel. Ezt az amúgy is stresszes állapotot egyébként fantasztikusan tudja fokozni a környezetem, ugyanis boldog-boldogtalan szülés felkészítőt ajánlott nekem, de ezt úgy képzettek el, hogy ebbe a kórházba menjél el, ennek a kórháznak az oktatóanyagát nézd meg, ezt a videót nézd meg, ezt olvasd el, őt kövesd, velem dolgozz együtt, magamat ajánlom, gipszjakobot ajánlom, tehát az emberek egyáltalán nem képesek felmérni azt, hogy bármennyire is hasznosak ezek a tanfolyamok és ezek az oktatóanyagok, van egy olyan embertípus, akit ezzel halálra stresszelnek, mert egyszerűen nem az a megoldás, vagy nem az segít, hogy beledobod valaminek a közepébe, amitől amúgy is retteg. Úgyhogy én semmiféle blogot, videót, történetet nem olvasgattok el, mert egyszerűen 180 lesz a pózusom. Hál' Istennek az olvasom azonnal megértette, hogy ezt nem nekem kell itt ajánlatnia, és felmérte azon a helyzetet, hogy jó, akkor most ezt napoljuk. Nem tudom, hogy ez a nagy naphoz közel majd változni fog-e, vagy így egy picit kevésbé fogok stresszelni, és nyitottabb leszek így a edukációra, de jelenleg nagyon-nagyon félek tőle, és egyáltalán nem akarok rá gondolni, úgyhogy hát én átérzem ezt a problémát. Hogy tudod elfogadni, hogy valószínűleg már nem lesz ugyanolyan a tested, meg az életed? Én ettől félek a legjobban, bármennyire önzőnek is hangzik. Itt áll a legfontosabb azt leszögeznem, hogy ez nem önzőség. És bármennyire is nyomja a nőkre azt a társadalom, hogy magukkal foglalkozni és a testükre figyelni, a testükkel foglalkozni önzőség, ez nem igaz. Attól, hogy te aggódsz bizonyos dolgok miatt, és attól, hogy te nem szeretnéd magad elhagyni, és neked fontos az, hogy nézel ki, és vannak olyan félelmeid, amelyek a külsőre vonatkoznak, az nem jelenti azt, hogy te önző vagy, az nem jelenti azt, hogy te nem vagy kész az anyaságra, az nem jelenti azt, hogy te nem vagy jó anya, és nem tudsz tiszta szívből szeretni egy áltatlan kis életed. Úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyjátok, hogy rátok nyomják, mert nincs így, bármennyire is ez az általános álláspont. Az meg, hogy a testem hogy fog változni, én úgy gondolom, hogy pont ugyanolyan biztos, hogy nem lesz. De hogyha például egy női testnél, szerintem tök jó példa az, hogy ha megnézed, hogy a te tested most nem ugyanolyan, mint tavaly, és nem ugyanolyan, mint 3 évvel ezelőtt, és nem ugyanolyan, mint 10 évvel ezelőtt. Hiszen folyamatosan változik. Tehát például nekem a csípőm az évről évre szélesebb, amit én imádok, mert a derekam mondjuk attól függetlenül nem változik. Tehát folyamatosan egyre nőiesebb és nőiesebb alakom lett, amit én nagyon-nagyon szeretek. Tehát az, hogy nem pontosan ugyanolyan lesz a tested szülés után, mint mondjuk szülés előtt, az nem jelenti azt, hogy minőségében rosszabb lesz. Én nem látom, hogy mi gátolná meg azt, hogy a te tested szülés után is iszonyatosan bomba legyen. Tehát nyilván, hogyha sportolsz, odafigyelsz kajára, mozogsz eleget, iszol elég vizet, pihensz eleget, stb. Stb.
akkor hol az akadály? Lehet, hogy a bőröd itt-ott egy picit megváltozik, bár én azt gondolom, hogy ez sem törvényszerű, ugyanis ezt is meg lehet előzni, és sokkal egyszerűbb a prevenció, mint utólag oltani a tüzet, amit ugye igazából már tudjuk, hogy nem nagyon lehet. Tehát az össze-vissza repett bőrt azt nem nagyon lehet már utána összefércelgetni, viszont igenis lehet nagy hangsúlyt helyezni a megelőzésre, kívülről és belülről egyaránt, nem csak csodakrémekkel, hanem megfelelő folyadékmennyiséggel, sporttal, megfelelő étkezéssel, stb. Stb. És úgy gondolom, hogy igenis szülés után is lehet egy iszonyatosan bombatás. Tehát én személy szerint például arra készülök, hogy szülés után, szoptatás után, amint energiám, időm, lehetőségem engedi, az életem legjobb formáját fogom magamnak összehozni, és hidd el, hogyha a bőröm nem is lesz tökéletes, és mondjuk lehet, hogy egy-két helyen lesz egy kis csíkom, vagy valahogy egy picit lazább lesz, a kutya nem fogja azt nézni, hogy hú, hát ezért neked nem olyan a tested, mint szülés előtt, mert az összkép, az összhatás az ezerszer jobb lesz, mint előtte bármikor. Szóval szerintem ettől ne tarts, attól, hogy az életed más lesz, attól sem kell félni, ugyanis anyának lenni és szülővé válni nem jelenti történetben azt, hogy te magadat örökkelted végig bedobod a sarokba, és soha nem foglalkozol magaddal. Én abban hiszem maximálisan, hogy meg kell találni a lelki egyensúlyt, kiegyensúlyozottnak kell lenni, hiszen akkor tudod egyébként a gyerekednek a legjobb önmagadat adni, és a legtöbbet adni, hogyha te rendben vagy magaddal. Nem kell már mindenáron 20. helyre sorolnod magadat, és életed végéig kajafoltos pizsamában rohangálni itthon, és bármennyire is követni meg tudod azt a társadalom, hogy anyaként ne foglalkozz magaddal, és gyerek legyen az első. Persze, hogy gyerek az első, ez egyértelmű, viszont ettől függetlenül te ugyanúgy lehetsz nő, ugyanúgy foglalkozhatsz magaddal, ugyanúgy nézhetsz ki kurva jól, úgyhogy emiatt sem ne aggódj. Kemény érzékelted a babát vesz? Képzeljétek el, hogy szerintem még abszolút nem érzékelte, mondjuk hozzátartozik a teljes sztorihoz, hogy ő amúgy is iszonyatosan bújós, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hova tudná fokozni, de folyamatosan a hasonlat rugdalná, nem tudatosan, hanem nyújtózkodás közben, úgyhogy én azt látom, hogy egyáltalán nem veszi észre, hogy valami van, és ott esetleg egy picit figyelni kellene, nem teszi oda a fejét, nem bújik hozzám, úgyhogy egyelőre még azt érzem, hogy semmit nem érzékel belőle. Mik voltak az első tüneteit, hogy babát vesz? Képzeljétek el, hogy már nagyon hamar, a menstruációm előtt kb. Másfél héttel elkezdtem érezni, hogy valami nem okés. Egyrészt szurkált a hasam, ami nálam azért volt figyelemre méltó, mert egyáltalán nem volt rám jellemző, és mivel alapvetően nagyon figyelek arra, hogy mit eszem, ezért nem jellemző rám, hogy így indokatlanul elkezd szurkálni, puffadni, fájni a hasam. Úgyhogy ott már így elkezdtem gondolkodni, hogy valami nem okés, illetve elkezdett feszülni és nagyon fájni a mellem, ami nekem abszolút nem menstruációs tünet, úgyhogy ez a kettő dolog ez egy elég gyanús volt, és ahogy kimaradt a menstruációm, rögtön rohantam tesztért, és már ott jelezte, hogy hát itt bizony érkezik valaki, úgyhogy én nagyon-nagyon hamar érzékeltem, hát utána meg elszabadult a pokol, tehát tényleg ahogy pozitív lett a teszt, 3 nappal később megundorodtam még a levegőtől is, úgyhogy számomra egy óriási rejtély, hogy nők hogyan tudják ilyen tényleg 3 hónapig nem észrevenni a babát, várnak nyilván mások a tüneteik, de nekem ott konkrétan összeomlott a világom. Kevin szereti a gyerekeket? Szerinted hogy fogja viselni a picit? Nagyon érdekes, mert Kevin nem szereti a gyerekeket, ami így ebben a formában nem teljesen igaz. Nagyon-nagyon véd engem a gyerekektől, nem tudom, hogy miért pont a gyerekekben lát potenciális veszélyt, de amint egy gyerek közelembe kerül, azonnal beugrik elém, ugatni kezd, és teljes védelmező üzemmódba állítja magát, de senki mással nem csinálja ezt, tehát amikor mással van és úgy jön egy gyerek, akkor tök jól el van vele. Viszont nyilván így a saját gyerekünk az teljesen más lesz. Én azt tudom elképzelni neki személyiségéből kiindulva, hogy az első néhány nap irigy lesz, és nagyon-nagyon meg fog lepődni, nem fog érteni, hogy itt most mi az Isten történik, ki ez. Anya meg apa, hogy hoztok haza egy ilyen mini valamit, de szerintem néhány nap után le fog esni neki, hogy ő marad, ő az én kistesom, itt én vagyok most a legnagyobb felügyelő, itt most nekem nagyon fontos feladatom van ebben a családban, mert nekem most innentől életem utolsó percig védelmeznem kell minden áron a bébit, úgyhogy szerintem, ahogy ez a kezdeti időszak lepörög, imádni fogja, nagyon durán védelmezni fogja, tehát tényleg minden lesz, szerintem nem fog elmozdulni mellőle, és tényleg ő lesz az életének a legfontosabb kis pontja, hogy őt megvédje és teljes biztonságban tartsa, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó barátok lesznek, mert amúgy tényleg egy iszonyatosan jó személyiségű kutya, úgyhogy
nem lesz vele gond szerintem. Mi visel meg a legjobban a várandóságod alatt? Egyértelműen a testem változása az, amit a legnehezebben fogadok el. Hiába eszem többnyire teljesen kiegyensúlyozottan, és figyelek továbbra is oda, hogy miket viszek be a szervezetembe, sportolok, sétálok, brutálisan vizesedem. Sajnos erre számítottam, ugyanis én nyáron is, melegben, amikor mesélni készülök, mindig brutálisan bevizesedem, tehát szinte biztos voltam benne, ez nem kerül el. Úgyhogy hiába figyelek oda, úgy kb. Mindenre brutálisan hízom, amit nyilván nehéz elfogadnom. Ennek ellenére tudom, hogy ezt nem magamra ettem, és ezért le fog menni szépen, tehát ez a játmeneti állapot, én ezzel pontosan tisztában vagyok, viszont nagyon nehéz tükörben nézni, nehéz realizálni, hogy nem tudom felvenni feltétlenül azokat a ruhákat, amiket szeretném, mert egyszerűen nem olyannak látom magam benne. Nagyon zavar az, hogy ahogy mondjuk a combjaim kinéznek, megjelent rajtam a narancsbőr, ezek mind hormonális eredetű dolgok, ezek majd rendeződni fognak, tehát nem attól félek, hogy az életem végig így marad, viszont jelenleg ezt elég nehezen élem meg. Nem azt jelenti, hogy ettől én leveszem a figyelmet a célról, vagy elveszem a kedvem a babavárástól, vagy nem várnám olyan örömmel és olyan őszinte, tiszta szeretettel a gyerekünket, mint hogyha amúgy tök jó ropi lábakkal rohangálnék, viszont nyilván ezt nehéz elfogadni, főleg egy olyan embernek, aki előtte nagyon jól érezte magát a bőrében, és nagyon nagy erőket mozgatott meg annak érdekében, hogy ez így legyen. Az első pár hétben nem aggódtál nagyon, hogy minden rendben legyen? Valamiért ez engem teljesen elkerült. A kismamákat ugye az első trimeszterben iszonyatosan óvják mindentől, ugyanis ilyenkor a legnagyobb a vetélés esélye, de én egyáltalán nem féltem ettől, és valamiért az első perctől fogva biztos voltam abban, hogy ez a baba megmarad. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem történhetett volna meg, de emiatt pont nem stresszeltem. Volt ezer más, ami miatt igen, például a szülés miatt. Viszont nyilván betartottam minden óvintézkedést, tehát, hogy például említsek, az első trimeszterben nem ajánlott a masszázs, ugye nekem van egy nagyon-nagyon jó mozgásterapeuta, akit nagyon szeretek, én havi szinten látogattam őt, illetve most már megint látogatom, de például az első 3 hónapot kihagytam. Annak ellenére, hogy én személy szerint semmilyen hátrányát nem látom annak, hogy elmenj és megmasszíroztasd magad, de ez van a nagykönyvben leírva, erről még nincs elég információ, nem tudunk eleget, úgyhogy nem mentem. Tehát betartottam minden óvintézkedést, viszont nem féltem ettől. Úgy érzem, hogy ennyi fért ebbe a videóba, pedig vannak még tök jó kérdések, amelyekre válaszolgatnék, de a fennmaradó időben fogok még ilyet csinálni. Hogyha van bármi kérdés, kérdés, hozzászólás, akkor a komment szekcióban tegyétek fel őket. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videón. Sziasztok!